Nem tudod, mivel letették a betegeket ebben az intézményben a fájdalmasan csupasz falak között. Talán csirkével? Esetleg marhával? Az egyetlen, amit egyértelműen azonosítani tudsz, az a Jell-O zselé. Sok van belőle. Apró barack vagy ananász darabok rezegnek az átlátszó kocsonya közepén. Át tudod érezni a szenvedésüket. Különösen, amikor hatni kezd a gyógyszer. Vannak pillanatok, amikor a világ zselatinszerűvé válik körülötted, és a legkisebb mozdulat megtételéhez is elképesztő akaraterőre van szükséged, de úgy érzed, nem éri meg az erőfeszítést. Étkezéstől étkezésig esz annak ellenére, hogy az ennivaló már semmit nem jelent neked, mivel sem ínséget, sem ízeget nem érzel. A mágikus gyógyszerkoktél mellékhatása. Csak átmenetileg, mondja dr. Papagáj. Csak átmenetileg. Pergamen Rehány Szavak csatornája, és a mai videóban egy nagyon különleges könyvről fogok beszélni, ami nem más, mint Az óceán mélyén. Ezt a könyvet is a BookTube-on keretén belül olvastam, és egyáltalán nem bántam meg, hogy olvastam, mert Neil Shostakovich-től már olvastam a Bontásra ítélve című könyvet, ami szintén nagyon tetszett, és kíváncsi voltam, hogy milyen könyveket ír még. Ez a könyv egészen más volt, mint az a disztópia, amit olvastam tőle, mert ezt a könyvet a kisfia ihlette meg, aki szintén elféle betegségben szenved, mint a főszereplő fiú Kaden. Ez pedig a skizofrénia, bipolaritás vagy pszichózis. Rengeteg neve van, és rengeteg alfaja, és mindenkinél másképpen jelenik meg, így próbálta bemutatni egy kisfiú szemszögén keresztül ezt a betegséget az író, mégpedig úgy, hogy ne skatoljázzuk be egy dolog köré ezt a betegséget, mert egészen máshogy is megjelenhet, mint ahogy ezt mi gondolnánk. Nekem azért volt nagyon érdekes ez a kötet, mert én a skizofréniáról nyilvánvalóan rögtön arra asszociáltam, hogy több személyiség lakozik egy emberben, ami folyamatosan változik és kiszámíthatatlan. Ebben a könyvben viszont egyáltalán nem ez volt a fő lényeg. Benne volt az, hogy a főszereplő kisfiú egyszerűen néha nincs jelen a saját testében, legalábbis így érzi, és van egy álomvilág, amiben folyamatosan belecsöppen és nem tudja irányítani. Ettől függetlenül semmi több nem volt, ami a skizofréniára utalna, tehát egy akármilyen mentális betegség lehetne. Én egy kicsit konkrétabb dolgokra számítottam ezzel a betegséggel kapcsolatban, de megértem a könyv után, hogy miért nem lehet ezt ennyire beskatujázni és megcélkézni. Tehát van egy főszereplő kisfiunk, Kaden, aki éli a normális gimis életét, és egyszer csak rájön ő is és a szülei is, hogy valami nincs vele rendben. Nem bír megmaradni egy helyben, nem bír koncentrálni dolgokra, és van, amikor egyszerűen nem tudja irányítani a testét, nem bír fölkelni, vagy nem bír leállni a sétálással, esetleg nem tud megszólalni és kifejezni magát. Úgy érzem, hogy egy nagyon furcsa és különleges helyre csöppentem ezáltal, mert én is ott voltam abban a kavalkádban, amiben a főszereplőnk, és az elején nagyon nem értettem, hogy mi ez a kalózós, hajózós rész, ami folyamatosan váltakozik a jelennel, de aztán minden kiderült és egybefolyt, és így örültem, hogy az elején úgy érezhettem magam, ahogyan Kaden elveszve és nem tudva, hogy mégis mi történik körülöttem. Aztán pedig minden értelmet nyert, ahogy a főszereplőnk kórházba került, és megismerhettük az álomba átültetett valódi szereplőket. Tetszett, hogy rövid, ütős kisfejezetekből áll a könyv, és emiatt nagyon gyorsan lehetett olvasni, de lehet, hogy lassabban kellett volna, és akkor nem siklik át rajta, mennyire ez a téma. Nagyon jó metaforákkal ábrázolta azt az író, hogy Kaden hogy érzi magát. Ahogy a felolvasóban is hallhattátok, nagyon gyakran egy zselében érezte magát, amiben nem tud mozogni, és ő csak egy ananász darab ebben, aki nem is tudja, hogy mi történik a testében, mert annyira nincs jelen. Ez az álomvilág, amiben a kalózzal és a legénységgel hajózik a Challenger Deep-hez, tehát az óceán legmélyebb pontjához, nagyon-nagyon pontosan visszaadta számomra azt, hogy hogyan érzi magát a való életben. Nagyon vártam, hogy mikor érnek el ehhez a ponthoz, amikor valami megvilágosodás mégiscsak történik ebben a homályos világban. Egy kicsit csalódtam a végében, mert volt, ami nagyot ütött, és ami tényleg úgy gondoltam, hogy érdemes volt várni, viszont volt olyan is, ami furcsa volt, és nem igazán értettem, hogy akkor ez most mit jelen. Az egész hangulatot azt tetűzte be, hogy az író fia rajzokat is készítette ez a könyvhöz. Engem például nagyon érdekelnének, hogy ezek a rajzok már ezelőtt születtek meg, vagy pedig a könyvhöz készültek, mert
annyira különleges és furcsa rajzok vannak benne, hogy azt is el tudom képzelni, hogy először születtek a rajzok, és aztán ezt felhasználva az író megalkotta azt a könyvet, amiben megmagyarázza, hogy vajon hogyan érezhette magát a fia a kórházban és ebben az időszakban. Ilyen rajzok vannak a könyvben, és mindegyiknek van jelentése és értelme, ami szerintem külön segített megérteni az olvasónak azt, hogy mi folyik a főszereplőnk fejében. Érdemes ezt a könyvet még párszor kézbe venni ahhoz, hogy igazán megértsük ezt a betegséget és ezt az állapotot, és én nagyon örültem, hogy a végén egy viszonylag pozitív, de teljesen elfogadható lezárást kaptunk. Olvastam már mentális betegségekről, de ez egy egészen különleges élmény volt, mert olyanképpen tálalta ezt a témát, ami nem csodálom, hogy ifjúsági kötetként van emlegetve, mivel szerintem sokkal jobban megértik a fiatalabbak is azt, hogy mivel járnak az ilyen betegségek. Úgyhogy én most sem csalódtam Neil Shusterman-ben, de összességében erre a kötetre 5-ből 4 pontot szeretnék adni. Hogyha érdekel titeket egy ilyen kemény téma, akkor mindenképpen ajánlom el olvasásra, de készüljetek fel, hogy nem lesz egy könnyű olvasmány, de annál érdekesebb. Én úgy érzem, hogy megérte elolvasnom ezt a könyvet, és adott valamit számomra, amit mindig nagyon értékelek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ennyi lenne mára, hamarosan jövök egy következő videóval, sziasztok!